teted rá? Arra jó kérünk. Két hete indult az Ungváron élőknek gyűjtés szexárdon. A civil kezdeményezéshez rengetegen csatlakoztak, volt, aki adományokat vitt, más a munkáját ajánlotta fel. Nagyon jó volt látni ezt az összefogást. Nagyon sok önkéntesünk volt, közel 50 fő, a legfiatalabb harmadikos, a legidősebb pedig 70 pluszos hölgy. Rendszeresen jöttek, akik hozták az adományokat, és közülük is sok olyan segítőn került ki, aki aztán feliratkozott, hogy önkéntesként is részt venne. A magánszemélyek mellett vállalkozások, sőt iskolás osztályok is gyűjtésbe kezdtek, hogy tartós élelmiszerrel, tisztálkodószerekkel, ágymatracokkal, takarókkal, vagy éppen elektromos fűtőtestekkel esetleg önkéntesként segítsék a háború sújtotta ukrajnai Ungváron élőket és az oda menekülőket. Az első szállítmány adomány múlt héten szombaton el is indult Ukrajnába. A gyűjtés folytatódik, ugyanott hétköznapokon délután 3 és 6 óra között. Időközben viszont már Tolna megyébe is érkeznek menekültek, így a szervezők úgy döntöttek, mostantól elsősorban nekik segítenek. Hozzánk is fognak érkezni előbb-utóbb menekültek, és az ő ellátásukra is fogjuk folytatni a gyűjtést. Tehát szeretnénk a karitatív szervezeteket segíteni abban, hogy ők az egész éves feladataikat, tehát a jótékonysági feladataikat és az adományozásokat folytatni tudják, mi pedig a menekültek részére szükséges dolgokat fogjuk a jövőben is továbbra is gyűjteni. A terv az, hogy most szombaton még egy autónyi adományt eljuttatnak Ungvárra, azt ugyanis ott már várják. Ezentúl viszont elsősorban az ide érkező menekültek ellátását fogják segíteni a szexárdi gyűjtőponton dolgozók. Az adománypont nyitvatartása változatlan marad, tehát napi 3 órában. Én erre azt gondoltam, hogy a középiskolás diákokat kellene megszólítani, és közösségi szolgálat keretén belül megszervezni az önkénteseket. Két iskolával beszéltem, két iskola már biztosan nyitott erre, de szerintem a többiek is. Szexárdon tehát továbbra is segítik a civilek és az önkormányzat a háború elől menekülőket, hamarosan pedig iskolások is csatlakozhatnak a kezdeményezéshez.